Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Strategic Command American Civil War folytatása. A veterán nehézségű déli oldallal. Lássuk. Hát ennek nem örülök, hogy itt ezeket ellopta. Minden további nélkül. Így effektív el vagyok vágva. Majdnem mindentől. Ők is el vannak vágva. Az egy érdekes kérdés lesz, hogy ez a két város egymás pofátlanul majd kiszolgálja-e. Ha igen, akkor az nem tetszik. Az nagyon nem fog tetszeni. Az nagyon illetlen lépés lenne. Na mindegy, meglátjuk. Meglátjuk. És ebből valószínű akkor eléggé rossz helyzetbe leszünk, eléggé könnyen meg tudnak majd itt ütni. Ezek nagyon-nagyon rossz ellátottságban lesznek. Ő majdnem biztos, hogy ellátmányon kívül van. Hát ezek se nagyon vannak túl jól. Jó, azzal nem tudok mit tenni. Au! Ide lép és azonnal majdnem megsemmisít. Oké, ott visszavonul. Az egy érdekes opciót ad. Azzal itt még lehet valamit csinálni. Attól függ, hogy mit lép persze utána. Lehet, hogy nem visszavonult végleg, csak egy kicsit arrébb lépkedett. Pacival ide följövünk, akkor meglátjuk, hogy mi a helyzet. Ez megint elvonult. Ugye ezt a várost jó lenne megszerezni, hogy ellátmányt adjon ennek a szakaszának, ennek a felének a frontba, de hát majd meglátjuk. Ő valószínűleg egyébként ezt fogja tenni. És még el is megy, a fene vigye el. Ó, fölbukkannak a különféle hajóik. Na, azzal talán tudok mit kezdeni, valamennyire, az ilyen kis hajókkal. Azokkal talán tudok mit kezdeni. Igen, ő ellátmányon kívül van, hát az akkor halott. Az sajnos halott. Az nem vitás. Ezzel a levágással olyan mérhetetlen veszteséget kapott. Talán megúszta. Nagyon szoros. Nagyon-nagyon szoros. Azt el tudjuk vágni. Azt mindenképpen el tudjuk vágni. És az megéri. Az fincsinek hangzik. Abból még ott kisülhet most valami. Helyes! Ez segít abba, hogy ezt a városkát megcsípjük. Azt sajnáljuk, hogy nem sérül, de nem olyan nagy baj. Csak sajnáljuk. No, hát egy kicsit túlzásba vittük ezt az előretörést. Megfizettünk érte, de talán kisülhet belőle azért még egy-két jó lépés. Ha tudjuk rendezni a sorainkat. Elvonult. Hát, annak nem örülök, de így jártam. Az a kérdés, hogy az itteni egység az hol kóricál, hogy ide fölléphetek-e. Oké. Hát ez egy érdekes lépés. Hát akkor igazából nem is ide, hanem ide kéne belépni ezzel, hogy itt még durvább elvágást csináljunk ennek a két egységnek. Ami szóba jöhet. Meglátjuk, meglátjuk.
Ez még egy két leüthető egységnek tűnik most. Ez egy ráfutásból harcolt így. Csak úgy. Morogjunk egyet. Nyolcra fölhúzza simán. Ő sérül. Garibaldi megérkezik. Akkor ugye elvileg jó, kapott egy erős tábornokot, meg egy-két egységet. Cserébe majd lesz, és Kentucky-kére felkészül. Jó. Hát nem jó, de ez van. Oké. A Garibaldi cserébe az európaiak majd egy jelentős támogatást adnak nekünk, főleg a franciák. Az még hasznos lehet idővel. Cserébe kapott egy erős tábornokot, ugye? No. Jó lenne, ha tudnánk valamit csinálni itt különféle kikötőkbe. Oké. A nagyobb kikötőket tartsuk ellátva. Ja. És mivel? Melyik egység hogy csoportjaimat szánjam rá ezeken túl? Ezt már azért raktuk oda, nem azt mondom. Hát ez egy érdekes lépés volt. Kedves játék, de mindegy, ezt most így jártam. Jó, ő ellátmányon kívül van, vagy majdnem ott van, és ki kéne ütni nagyon. Még nem tudom, hogy mivel. Főleg így. Főleg így, hogy ez nem sikerült. Ja, a hatoskát hozzuk ki. Tegye meg ezt a kilépést. Oké. Nem sikerült, pedig jó lett volna. Abszolút jó lett volna. Most mind a kettőt nem sikerül, úgy látom, leütni, ez lesz a játék. Aha. Remek! Most tényleg ezt játsszuk, akkor úgy látom, hogy mind a kettőt nem ütjük le. Helyben meg... Ennyit meg tudunk tenni. Hogy így gyógyítjuk meg, és akkor egy kicsit jobb a helyzet. Jó, ez muszáj volt, mert ez a város kell. Megpróbáljuk ezt elvágva tartani. Hát ha. Hát ha kisül ebből valami.
Jó, te száguldj föl. Téged hozunk, mert ezen a fronton további erőkre van szükségem, tegnapra. Ez megvan. Ha ezt a kettőt felszámoljuk, akkor az valami. Már meglátjuk. Három nagy egységgel küzdünk, és az én saját ilyen egységeim az még elég messze van. Most érkezik az első. Azt nyilván ide rakom, ez nem is kérdéses. Nem ide kéne, Kentuckyhoz kéne tenni. De hát, most mit tegyek oda? Hogy tudjak oda tenni? Bármit is. Na mindegy. Oké, ez egy ellátott, ellátmányon kívüli erő. Semmisítsük meg. Oké. Foglalja el. Az egy kritikus, nagyon-nagyon jó lépés. Hát majdnem ezt ígérted, csak marhára nem. Na mindegy, ezt továbbra is fenyegetjük elvágásra. Hát, jobban örültem volna, ha nem, de... Oké, elvileg neki van 4 akciópontja, ezeknek egy-egy akciópontja lesz. Az nem érdekes. Ez itt. Hát, papíron be is érhet akár. Ez a nyavaja. Mert ezt nullára mutatja, ezt egyre, ezt nullára, tehát ez 4 pont. Elvileg ide van egyel nehezebb, mert ugye egység mellett lép, de azt nem tudom, hogy be is tartja. Jó, ez fontosabb annál. Ezt le tudjuk ütni majd valahogy. Ez fontosabb. Jó, ez még egy-két nagyváros. Van-e itt olyan, ami... Hogy hívják ott igénye, bármit? Nem, nincs. Délről itt én bármit tudok hozni? Nem, mert ezek... Ezek már mindent fölküldtek, amit föl lehet. Mindegy, ez halott, úgyhogy lassan kiütjük. Folyamatban van, mint halott egység. És azért itt a két pacival ezt elvágjuk, és ezt kinyessük. Az egy nagy fogás lesz. Ez a Leavenworth erőd. Ez a három meg itt gyakorlatilag akkor a legnagyobb részét a haderejének itt elvágtuk. Azért léptük meg ezt az őrületet. Úgyhogy itt nem állunk annyira rosszul, mint lehetne. Te állj ide, ha át akar menni itt, akkor további sérüléseket kell szenvednie ahhoz, hogy ezt megejthesse. Ez ugyan nem egy izmos hajó, de azért még egy egység, amin át kell mennie. Az mind-mind számít.
Oké. Honnan a hatos ellátmányt kapasz több? Jó, ezt vágd le, hogy itt legalább ez valamennyire lehessen. Kicsit több területet kapjunk meg a sajátunként. Te igazából szerintem itt fogsz áldogálni, mert itt most olyan nagyon nem kell lesz. Jó, hát ez így járt. Állj a városom, mert olyan gyírott a erdőbe, hegybe, mi egyébbe az ellátmánya, amit nem akarunk, és itt késetleg ezt is megcsíphetjük. Jó, és ez most már tényleg el van vágva mindentől, úgyhogy elkezd itt sérülni lefelé ez az erődöcske. Ezt most már megejthetjük kérdés nélkül. Jó, hát divízió. Ezen nincs is itt most kérdezni. River Ironclad az nem fog ártani. Drága, de nem fog ártani. Jó. Hát ez a róna, ez úgy érzem halad. Itt nem állunk rosszul, de jól se. Annak örülök, hogy ezt megcsíptük. Az ezt a frontot rendesen, jelentősen segíti majd. Hageston valószínűleg meg lesz. Ezt úgy érzem el fogjuk veszíteni, és ezt nem fogjuk megkapni, de mindegy, most itt állunk. Aztán valószínűleg ott a Frederick Hageston vonalon fogunk itt valami ügyet fölállítani. Meglátjuk. Jön a következő kör, azt hiszem. Nem jó, de ennél jobbat nem tudok. No, ők megadják magukat, hatalmas 22 peták, valamit elértünk, érkeznek, és az a baj, hogy az én körömben érkeznek. Tehát ha kap egységet, az azonnal tud lépni. Ez nem jó hír, de hát ez van. Ez lesz a középső frontunknak a gyenge pontja. A nyugati fele az jól működik. Hát ez a Kentucky zóna, ez egy HQ meg egy egységből áll egyelőre, és nem tudom, mikor fogok tudni oda erőt küldeni. Gyalogtaktika. Ipar, mi egyéb? Nem tudom oda, mikorra fogok tudni küldeni erőt. Arra a Kentucky frontra, leginkább semmikor, az a probléma. Ami lehetőség még fölmerül, hogy esetleg elfoglaljuk ott, már nem is tudom, Kairót vagy micsodát. És akkor onnan talán eléggé fenyegetjük ahhoz, hogy ne délnek, hanem a keleti vagy a nyugati fronthoz mérkezzen. Ez a bajom. És ha jön még egy, akkor bajba vagyok. Oké. Azt nem gyógyítottam föl. Paf. Azt elfelejtettem, hogy ott van. Oké, hát ennek a reménye, hogy ez egyszerűen meg lesz. Ezzel a nagy erővel megszűnt. Azzal jelentősen megszűnt. Azt még csak körbe se tudom könnyedén fogni. Besampolygott oda. És akkor kap minimális ellátmányt. Mindegy, még mindig nem zavar, csak nem jó. Meg azt hiszem, még most is ettől függetlenül sérülni fog, úgyhogy talán le tudjuk ütni. Elvonul. Jönnek a fregattok. Kóricál. Azzal nem is akarok elmenni, mert
az majd nagyon jól védi, ha más nem, akkor ő lesz egyébként a városba, és akkor nem tudja elfoglalni, mert sokkal nehezebb kijutni a hátút, mint a erődöt, ami egészen vicces, de érvényes. Áucs! Ezt leüti. Azt sajnos így leütötte. 3-2 az egy vállalható csere. A 4 nem sok, az nem vállalható csere. Kettő-kettő az teljesen oké, azzal nincsen bajom. Az már nem annyira fincsi. Főleg így. A frontunk az teljesen gyér. Aj, de elképesztően sok extra egysége van, ami használható. Ebből itt még lehet valami. Hát ez van, hogy ezt ki akarta ütni. Sajnos jogos. Ahogy ott van egy paci. Amivel valamit nem jó lenne, ha tudnék kezdeni. Ha-ha. Azt azért nem. Azt azért, hát ezoktól nem fogok rettegni. Annyira nem vagytok jók, hogy azok ijesztőek legyenek. Há-há! Csónakot kilövi, jó. De van egy rossz hírem, itt nem egy gyenge erőd van. Itt nem csak úgy partra szállsz és nyersz. Ha ez elég, az kiváló. Akkor talán be tudunk a városra rohanni ezzel a pacival. Na, meglátjuk, itt most valamit manőverezett. És akkor el tudjuk vágni ezt a nagy egységet, ezt a három fős egységet. Az nagyon nagy fogás lenne. Az nagyon-nagyon nagy fogás lenne. Egy hármas egységet megrágni, az olyan nagy fogás lenne, hogy nem hagyhatja. Sajnos. Jó. Helyes. Az ilyen formán elveszett. Jobban örültem volna, ha leütöm, de valami. Akkor legalább az a város biztosan megvan. Azért immár harcolni se kell. Remek. Azért elég sok egységet vesztett. Meg én is. Egy hajó, egy erőd és két egység. Három sérült, meg egy meghalt. Az egy meghaltat láttunk, a három meg gondolom ott a dzsungelbe. Na most viszonylag sok egységet kapunk. Most a kérdés, hogy itt milyen frontszerűséget tudok vele állítani. Hát, nem sokat, hogy őszinte legyek. Nem sokat, és főleg nem túl sok jót. Hát jó lenne, ha nem a legelső egysége lenne a leggyengébb. De hát igen, ilyen a helyzet.
Itt egyelőre ilyen a helyzet most. Hát az az extra lépés, az kell. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kell nekem. Jó. Te ennyit tudsz tenni, nem sok, de... De az alternatíva az még rosszabb. Jó, hát ebből lesz valami. Azt nem tudom, hogy ezt meg tudom-e tartani. Itt talán egy vonalat tudok húzni. Majd meglátom, hogy itt bármi értelmes frontot ki tudunk húzni. 1, 2, 3, 4, 5, ez rengeteg nagy egység. Rengeteg szuper nagy egység. Jó. Ezen nem ártana, ha valaki lenne, mert ez papíron 4 lépés, persze folyón át azért az 5 egységek mellett sokkal több. No. Azért az elvágott egységénkkel szemben én egy kicsit komolyabb harcértéket szeretnék, hogy őszinte legyek. Na mindegy, ha nem kapok, akkor nem kapok, nem fogok ezzel cifrázni. Megkockáz... Óóó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 
Hát technikailag nem meg fognak ölni. Abszolút, onnan látnak és simán megölnek. Ja, hát ez az egység sajnos. Itt jön ki az, hogy... Ezzel nem számoltam, hogy ezek itt kóricálnak. Oké. Oké. Hát ez így nagyon nem jó hír. Ez viszont... Gyorsan fölvisszük. Eddig kellett, eddig abszolút kellett ott, ahol volt. Most ezen a fronton kell lesz. Tegnapra. Jó. Azt nem tudom fölgyógyítani. Azt meg szeretném használni ágyúnak, de nem lehet. Hát kettőt ígértél. Na ez mondjuk legalább megvolt. Tudom, hogy ráfutás, de... Az a baj, ha ide jövök, akkor be tudnak lépni mögém. Oké. Ez így nagyon jó, és akkor őt még itt tartjuk továbbra is. Te pedig följöhetsz. Remek. Na hát akkor két egységet itt megettünk, és ez a libanoni zóna, ez úgy érzem megoldódott. Ez úgy érzem megoldódott, de gyér a mozgási lehetőségünk.
Tegyük meg, mert hasznos. Hát foglaljunk el városokat akkor. Most ezzel nem tudok mit tenni, és azzal nem is akarok harcolni közvetlenül. Majd, ha ezek fölérnek, akkor esetleg. De ahhoz ugye ki kell ütni ezt a egységet, ezt a zónát. De a két pacira lesz leginkább szükségünk. Jó, itt ez a négy egység meg a háku az megoldja az ügyet. Azok meg majd mennek föl. Ez... Nem is tudom, hogy mi van itt, hogy őszinte legyek. Ez ilyen dzsumbúj minden irányból. Azt azért megejtjük. Azt az ingyen pofont megejtjük. Ó, hogy ez gyógyítás után is tud lőni. Vagy nem, nem tud lőni, csak mutatja a számot. Oké, megkérdezzük. Megkérdezzük, mert még kapunk rá választ. Ilyet, itt van egy második frontom, vagy sokadik apró frontom. Na most végre teljesen el van vágva. Csak hát. Oké. Akkor te gyere vissza. Azzal a két egységgel nem akarok megcsapódni egyenlőre. Ezt ki kell szedni. De nem tudom, mert iszonyú nehéz egy-egy ilyen mezőt elfoglalnunk sajnos. Újra és újra. Jó. Ez egy kicsit rizikós volt, majd meglátjuk, hogy belehalok-e vagy sem. Hogy mennyire halok bele, inkább talán ez a pontos. Jó. Rangerek. Azt ide küldöm. Ezeket meg oda, ahol fontos, hogy tegnapra legyen rengeteg egységünk. Az ágyú nyilván ide jön, az szintén nem kérdéses. Jó. És van. Van rengeteg minden, amit a kutatásba kéne ölni. Ezt azt hiszem megéri. Tehát ha veszünk egy kort, és veszünk egy monitort. Már abból is kellett volna ugye egy fél tucat. Egy adagot vettünk, csak még. Tegnap előtt, bármikor. Jó, hát ezt a szakaszt megoldottuk. A cserével, remélem elég lesz. Nyilván a soron következő partra szállásokra fel kell készülni. Itt Wilmingtonnál lesz majd egy, meg... Azt nem tudom, hogy itt is volt-e, Georgetown biztosan lehet. Itt is volt egy, és utána volt előtte vagy utána New Orleansnál is. Tehát ide is kéne egy-egy egység, meg ide Pensacolára valaki. Plusz ide. 1, 2, 3, 4, plusz még egy csomó. Hát, honnan szerzek én ennyi gyalogot? Nem tudom. Lássuk, következő kör. Hát, ha itt ez a vonal tud működni annyira, amennyire szeretném. Megkezdődik a mexikói buli. Bár az közvetlenül nem befolyásol semmit, azt hiszem nekünk, ha csak a francia be nem lép a háborúba.
akkor az közvetlenül nem igazán fog befolyásolni semmit. És természetesen már lázonganak a még el sem foglalt területeink. Blokád mindenütt. Azért van szép bevételünk. Azért van szép bevétel. Hát az, hogy a összes területet tartjuk, és még nem buktuk be, sőt, ugye betörtünk északra, az aztán még növelte is a mi helyzetünket, elismertségünket. Az azért segített. Persze cserébe aktiváltunk egy csomó erős egységet a északi oldalon. Azt szívjuk. Annak a büntetését azt szívjuk. Oké. Menekülj vissza a kikötőbe. Úgy van. Úgy bizony. Még mindig bajba vagy, de talán nem olyan nagy bajba. Le fognak lőni előbb-utóbb úgy is, ezzel nem tudok mit tenni. Ez ilyen. Ha ez itt marad, akkor talán tudok vele valamit kezdeni. Valamennyi mozgáspontja biztos van, nem tudom mennyi. Az a fő kérdés, hogy mennyi. Ugye, ha ez végre fölér ide, akkor a pacit felszabadítja. Mert itt most ugye kettőnek kell mellette lenni, hogy folyamatosan szívjuk az ellátmányát. Aztán ezt a kettőt most majd ez az egység szépen kilövi. Ó, és ez két nagy egység. Az azért nagy fogás. Azt nem is láttam. Azért volt ilyen rossz a harcérték ellátmánnyal együtt. Mert azok nagy egységek. Jó, hát ez így nem szép, hogy ránézés megöl. De hány nagy egysége van? Ez a harmadik vagy negyedik nagy egység, ami itt jött föl? Ezen a fronton? Ami azért így elég csúnya lépés. Ez még talán a legjobb opció, hogy visszavonult. Az még talán a legjobb, mert akkor sokat harcolt és megúszta. Ez a baj, amikor ilyen hármat ütnek rá, és elvonult, átjön egy kivégző egység. De messzire mennek ők. Nem azt mondom, hogy baj, csak nem örülök neki. Most ezt talán körbe tudjuk folyni, azon ott leszámítva, hogy nem látjuk az egységet. Leszámítva, hogy ne... mindenütt tud ütni elképesztően sokat. És nincs az a pillanat, amikor én föl tudok gyógyulni egy jó harcra. Az a pillanat, ami mindig kimarad. Rossz az ellátmánya, de azért ő üt 0-1-et. És már partra szállt.
Tehát ezek az erők már megérkeztek. Hogy a... Nagyon csúnya dolgok. Oké, bajban vagyunk. Nagyon nagy bajban vagyunk. Mert egységeket kell akkor Pensacolához, vagy az New Orleanshoz küldenem. Egységet, amivel nem rendelkezek. Amivel nagyon nem rendelkezek. Ha kapok is új egységet, akkor sincs elég, nemhogyha nem kapok. Ha nem kapok, akkor abszolút nem tudok mit tenni. Hát, talán vasúton tudunk küldeni, de nem biztos. Fogalmam sincs, hogy oda van vasút, vagy sincs. És főleg, hogy akarok-e küldeni. Vagy sem, mert hát na. Oké. Okay. Az már régen rossz, ha én nekem oda kell küldeni egy rőket. A frontról, de muszáj, valamit muszáj oda küldeni. Így is elvesztettünk egy várost, egy kikötőt és a erődöt. Hát azt nem gondoltam volna, hogy ennyire gyorsan jön. Szerintem nem is jött ilyen gyorsan a múltkor. Szerintem nem is jött ilyen gyorsan. Na, majd kiderül. A Pensacoláért persze büntetést kapunk, mert hát az a világ legfontosabb városa. És az apacsok természetesen engem támadnak. Természetesen engem támadnak. Oké. Jó. Prince Albert meghal. Az nem befolyásol minket egyenlőre. Az igen, hogy Pensacoláért nagyon sokat fizettünk. Így jön neki egyébként, ha hajszálpontosan tudjuk az eseményeket, akkor most lehetett volna az egyik egységet elpazarolnom. Az ottani partra szállást meg... Ezt tudom most kapni? Köszönjük, játék! Tehát az egyik egységet ide rakom, akkor valahol álltam volna. És nem tudok hozni ide vasúton erőt. Annyit tudok tenni, hogy azt a hákút kirakom Csalinak. Hát, ha azt töli. Nem, ez egy engineer. Oké, az ágyút biztos nem hozzuk, aztán még nem tudom majd mit teszünk. Aztán nem tudom még mit teszünk. Majd átgondoljuk. Ha már látjuk, hogy mi a helyzet. Akár meg is lehetett volna. Oké, ez így bőven megérte. Ezt így bőven megérte. Te készülj fel a harcokra. Ja. Egy megvan a sok-sok problémából. Város megvan. Na
Hát akkor muszáj neki elfoglalnia. Jó, hát egyelőre én itt az ellátmány, nem túl nagy ellátmányon itt menekülgetünk, amíg ezek föl nem tudnak sompolyogni végre. Ezt komolyan gondolta, hogy nem tudok egy kis egységet, egy regimentet megütni. Ezt komolyan gondolta. Na mindegy. Ezt nem viccnek szánta, ezt a ígért összeget. Ezt komolyan gondolta. Jó, ti visszalépkedtek. Te elfoglalod azt a mezőt, te meg a csónakként dolgozol. De jó lenne, ha itt lenne például egységem, de nincs. Abszolút nincs. Oké, te gyere föl, mert úgy látom itt, ez a paci, ami itt volt, az nem tudom hova ment, de ha nincs itt, akkor legalább annyival előrébb vagyok. Na, most már azért egy kicsit jobban állunk erre a két nyavajára. Oké. Vuhú, mekkora lehetőség. Azt a tempót, amit itt tudunk diktálni. Mozgásba. Jaj, de jó lenne egy két tucat egység. Ja, hát ez van, ennyit tudtunk tenni. Szinte mindenki félhalott, ugye itt a gond ebből ered. Ja hát, majdnem egy az egyes harc volt, csak nem. Mindegy, ott egyenlőre van egy levágott darab területünk, az mindenkinek útba van. Ez a két egység, ha nem is megholva, de legalább meg van fogva, úgyhogy talán újra vonalat építhetünk, és itt a hátsó frontok majd rendeződhetnek. Annak nem örülök, hogy a város, amit kiirtottunk, az most így nem tud gyógyulni. Nagyon jó lenne, ha tudna gyógyulni. Ez lassan fölgyógyul, majd azzal nincs gond. 6-os ellátmány, amit 10-re húz fel. 5/8, 8/10, na az jól hangzik.
Hát meglátjuk. Az a, hogy nekik is egy teljes vonaluk van. Tehát most a két oldal egymást nézegeti. És nekem nagyon-nagyon-nagyon lassan lesz csak új komoly erőm. Gumballtot nem akarok építeni, annak nincs értelme. Ó, kapunk még egy ágyut. Hát az egyértelmű. Azt, ha ide föl tudjuk hozni a másik ágyut, akkor az ezen a helyen nagyon jól tudja ezt osztogatni. Itt ugye jó lenne kitolni Alexandriából ide a vonalat, és akkor Washington tudnánk piszkálni az ágyúval esetleg. Ugye innen lehetne ezt a hármat lőni. Hát itt lenne még egy nagyon jó helyen az ágyú, és akkor ezt a ötöt lehetne lőni. Majd meglátjuk, hogy melyiket hova küldjük. Jó, hát egyelőre ez egy szűk menet volt. Kicsit visszapofoztak minket, hát ez túlmerész volt. Egy lépéssel tovább mentünk, mint amennyi kellett volna. Hát azt nem számoltam, hogy ennyi extra egységet kap. Számoltam, de nem ennyivel. Ez viszont nagyon örömteli, hogy itt 3 vagy 4 egységet is felszámoltunk. Hát ez a front, ez már nem annyira örömteli. Ez egy elég problémás front. Nem olyan vészes, de nem olyan jó. Jó, itt éjszakon továbbra is játszunk, ezzel itt lehet még bohóckodni. Plusz végre megindul fölfelé a két paci meg a háku. Egyrészt elvágjuk itt az útvonalat, és akkor ez a Kansas-i támogatás meg Utah támogatás leesik. Akkor is, ha ezeket elvágjuk, elvileg. Nem kell magát az erődöt elfoglalni. Meg ezt a hármast azért csak körbe fogjuk valahol csípni. Itt a kölcsönös egymást kergető játékba. És azért az értékes, utána meg az erőt simán meg lehet ennyinek. Innen folytatjuk, mára ennyi.